Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Mágori András, a cél az, hogy minden utcában olyan legyen a közvilágítás, mint a belvárosban. Idén lesz 25 éves a makói Contitech. Megelevenedik a történelem Návai Lajos naplójának oldalain. Első ciklusát kezdte meg települési képviselőként Mágori András a 2. számú választókerületben. Fogadó óra című közéleti magazinunk vendégeként úgy fogalmazott, fontos feladat többek között, hogy korszerűsítsék a közvilágítást és a csapadékvízzel vezető rendszert. Mint mondta, megyei képviselőként pedig ezután is azért fog dolgozni, hogy megkönnyítse a makói emberek mindennapjait. Az önkormányzati képviselő az októberi választásokon a 2. számú választókörzetben magabiztosan a szavazatok 58,37%-ával tudott nyerni. Mágori András egyetért abban a képviselőtestülettel, hogy jelenleg a városban a legnagyobb problémát az elavult csapadékvízelvezető rendszer, valamint a járdák állapota jelenti. Utóbbinál arra törekszik, hogy körzetében elsősorban azok az utcák élvezzenek előnyt, ahol még egyik oldalon sem sikerült lecserélni a régi gyalogutakat. Úgy fogalmazott, a közbiztonság javítás érdekében a jelenlegi kamerarendszert évi 20 millió forintból tervezik fejleszteni. Ezt a törekvést segíti a közvilágítás modernizálása is, amelyre az ő körzetében is igen sok panasz érkezett. A képviselő elmondta, célja, hogy minden utcában legalább olyan szintű legyen a közvilágítás, mint a belvárosban. Ezt városüzemeltetési tanácsnokként is fontosnak tartja. Rengeteg az olyan utca, ahol teljesen elégtelen a közvilágítás, és a most látott tervek elsősorban a jelenlegit tartanák fönn, csak éppen egy környezetbarátabb, energiatakarékos módon. Nyilvánvalóan ez nekem nem kielégítő, és ezt folyamatosan napirenden fogom tartani. Én addig nem leszek nyugodt, ameddig minden utcában, minden makói lakos este nem tud biztonságosan közlekedni, és nem tudja a vagyontárgyait biztonságban tudni. Mágori András kezdeményezésére Varga Ferenc képviselőtársával összefogva a közelmúltban megoldották a makórákoson élők gyógyszerellátását, így most már házhoz viszik azok számára a készítményeket, akik ezt máshogy nem tudják megoldani. A beszélgetés során a képviselő megyei közgyűlésben betöltött szerepéről is szó esett, amelynek immár 10 éve tagja, és ahol az elmúlt egy évben közel 3 milliárd forint értékben született olyan döntés, amely a makóiak életét teszi még könnyebbé. Most úgy gondolom, hogy talán még nagyobb reflektorfény vetülhet ránk, és vannak is jelek, például, és ez az én körzetemet is érinti, úgyhogy ez külön boldogság számomra, hogy majdnem 300 millió forintot szavazott meg a megyei közgyűlés a szikszai református iskolának bölcsőde bővítésre, és hát ez nyilvánvalóan óriási öröm nekem, tehát gyakorlatilag két helyen vagyok képviselő, és ez így összejött egy ilyen, hogy mondjam, ilyen koherens eredmény, tehát nagyon boldog vagyok miatta. A képviselő hozzáfűzte, az egészségügyi ellátást is fontosnak tartja körzetében. Boldog, hogy megújulhatott az újvárosi rendelő, de például a Kálvin utcai rendelő példája is azt bizonyítja, hogy városi viszonylatban is sokat fordítanak erre a területre. A beszélgetést teljes hosszában holnap Fogadó óra című közéleti magazinunkban láthatják. Az autóipari válság az idén 25 éves Continental Contitech makói telephelyét sem kímélte, mivel egyszerre csökkent az új autók eladási száma és a dízelautók száma, így komoly kihívással nézett szembe tavaly a cég, árulta el televíziónknak Nagy Mihály ügyvezető igazgató. A makói telephely vezetője Hírextra című hírháttér magazinunkban arról is beszélt, hogyan tudják ezt az időszakot átvészelni. 25 évvel ezelőtt, 1995-ben kezdte meg működését a Contitech jogelődje Makón, akkor még 6-7000 négyzetméter területen, amely azóta 38000 négyzetméterre nőtte ki magát. A kezdetekkor 10-20 fő munkavállaló volt, amely mára több mint 2000 főre duzzadt. Árulta el a cég indulása kapcsán Nagy Mihály ügyvezető igazgató, aki azt is elmondta, azóta is folyamatosan fejlesztenek, automatizálnak, ám az autópiaci válság a céget sem kímélte, ugyanis az új autók eladási számának és a dízelautók számának radikális visszaesését követően visszaesett a megrendelések száma is. Ezt a helyzetet azonban próbálják a legfájdalommentesebben kezelni, úgy, hogy egyrészt belső átszervezéseket végeznek. A most bejelentett áttelepítésünk ez éppen a Váci telephelyünkről történik. Ott egy külső bérelt raktáratnak a helyét szeretnénk felszabadítani, és onnan hozunk át gyártást.
de jelenleg is egyeztetések folynak további áttelepítéseknek az előkészítéséről, amelyekkel szeretnénk feltölteni a kapacitásainkat. Illetve a tavalyi évnek a végén nyertünk el két stratégiailag fontos projektet, amelyek elektromos autókhoz gyártandó hűtőrendszereket tartalmaznak, és gyakorlatilag jövőbe mutató technológiával, szinte teljes mértékben műanyagos technológiákkal tudjuk majd ezeket a termékeket gyártani, amelyek 2022-ben indul majd el egyébként mind a két projekt, de már nyilván ezekben az években el kell kezdjük az előkészületeket, de talán ezek is mutatják, hogy hosszú távon gondolkozunk és hosszú távon tervezünk itt Makó. Műsorunk vendége volt még a cég menedzser asszisztense Pintér Mónika, aki a 25 éves jubileum kapcsán elmondta, egy egész éves programsorozatot terveznek, méghozzá a város által szervezett rendezvényekhez kapcsolódva, de az idei gyárlátogatások is különlegesebbek lesznek, valamint kerékpáros és futónapra is várják majd az érdeklődőket. Rövid híreket láthatnak. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Csekén a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos rendezvények alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, valamint felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Csongrád megyében számos oktatási intézményben vers és prózamondó versenyeket szerveztek. Makón a Signumban ünnepség keretében emlékeztek, míg a József Attila Múzeumban az este folyamán Abba Novák Vilmos alkotásai nyílt kiállítás. Idén havi 250 ezer forinttal több, összesen 380 ezer forint rezsitámogatást kapnak a közfinanszírozott fogászati alap, vagy szakellátást működtető szolgáltatók, közölte az Emberi Erőforrások Minisztérium az MTI-vel. A közleményben azt írták, a támogatás összege országosan több mint 9,5 milliárd forintos plusz jelent a fogászati ellátásban. A fogorvosok idén is számíthatnak a megígért plusz forrásra. A tárca hangsúlyozta, hogy kiemelt célként kezelik a fogászati ellátás finanszírozásának folyamatos javítását. Ennek érdekében a közfinanszírozott fogorvosi alap és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019. decemberben, idézték fel. A heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgáltatók és szakrendelések egyszeri 1,5 millió forintos támogatást kaptak, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díjat állapítottak meg. A Hajdan számos kötetből álló Návai naplóból mára már csak két kötet létezéséről tudunk, melyekben a neves politikus sokoldalú feljegyzéseit találjuk meg. Ebből az egyik feldolgozott kötet bemutatására került sor a Magyar Kultúra Napjának, valamint a Návai Emlékévnek az alkalmából a József Attila Városi Könyvtárban. A város képviselőtestülete 2020-at Návai emlékévnek nyilvánította, tisztelegve ezzel a neves politikus születésének 150. évfordulója előtt. Návai Lajos földeákon született, politikusi pályafutásának első negyedét Csanád megyében töltötte. 1892-ben tiszteletbeli aljegyzőnek választották, 1901-ben pedig megyei alispánnál nevezték ki, később a térség országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedett. Nagyon közel állt a néphez, szívén viselte az agráriumban dolgozók sorsát, mindig és mindenhol a szegény rétegeket képviselte. Dr. Halmágyi Pál történész szerint a mai kor emberei is sokat tanulhatnak Návai Lajos munkásságából. Ő egy nagyon felvilágosodott, előrelátó politikus volt, a közoktatásban, a közművelődésben, a népnevelésben is megfogadható javaslatai voltak, tehát az ő egész tevékenysége példát mutat annak idején is a politikus társaira, és a mai napig el lehet gondolkozni azokon a elveken, amiket ő követett, például az általános titkos választójogot, ő már az 1800-as évek végén követelte, tehát, hogy mondjam, szinte megelőzte korát, olyan politikai éleslátással rendelkezett. Gilice János nyugalmazott levéltáros is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek az anyagok most a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé válhattak. Stábunkat a kezdetekbe is beavatta. A 70-es évek derekán jutott tudomásomra, hogy Návai Lajostól megmaradt két napló. Sajnos csak két napló maradt meg, mert a családi visszaemlékezések szerint
legalább 20 bekötött nagyméretű kézzel írt naplója volt Návai Lajosnak, ami az Ófölddáki kúriába maradt. 1944-ben, mikor a család elhagyta Ófölddákot, ezek ott maradt maga a kúria és gazdátlanul. Ott maradtak a naplók, azt nem tudjuk, hogy mi történt vele, valószínű, hogy megsemmisültek. Ez a két napló valami csoda folytán egy ófölddáki lakosnak a birtokába került, akitől aztán az akkori körorvos vagy orvoshoz, földáki orvoshoz, dr. Kertész Dezsőhöz kerültek. Az első kötet 1988-ban jelent meg, ez az 1910-12 közötti politikai állapotokat vázolta fel, a mostani kiadvány pedig az 1892-96-os időszakra tekint vissza. A rendezvény meghívott vendége volt a család képviseletében Návai Kálmán is, aki úgy fogalmazott, váratlanul érte őket, mikor annak idején előkerültek a politikus jegyzetei. Nagy meglepetés volt, nem tudtunk róla, és nagyon örültünk annak, hogy történetesen a helyi viszonylatban Gilice János barátunk és Almágyi Pali mindezt létre tudta hozni, meg tudták csinálni, ez szóval egy fantasztikus munka. Ezt így nem is lehet, mert megmondom őszintén, hogy még a második naplóját, tehát ami most megjelent, abban én csak belenéztem, beleolvasgattam, és meglepődtem az, hogy ez a fiatal ember, akkor fiatal ember, mi mindenre volt képes, mennyire előre látta az ország helyzetét, mennyire látta a jövőt. Az esemény védnöke Farkasi Erzsébet polgármester, fővédnöke pedig Lázár János országgyűlési képviselő voltak. Utóbbi elküldött üzenetében kiemelte, fontos és tiszteletre méltó törekvés, hogy Makó közössége ápolja Návai Lajos emlékét és hagyatékát. Jelen kiadvány pedig lehetőséget kínál arra, hogy világszemléletét és korát még alaposabban megismerhessük. Vorhand Mózes és dr. Kecskeméti Ármin, neves zsidó származású emberek, akik még részesei voltak az úgynevezett makói kis Jeruzsálemnek, annak a világnak, amely ma már nem létezik. Egykori mi voltáról épületek, emlékek tanúskodnak, sőt vannak olyan töredékei, amit szó szerint dobozokban őriznek az utókornak. A felekezeti megfogyatkozás ellenére azonban a tradíciók több helyi családban is tovább élnek. A témával kapcsolatban első útunk a helyi levéltárba vezetett, ahol az intézmény vezetője Urbancsok Zsolt elárulta, hogy marosmenti településünkre 1748-ban érkeztek zsidók, az Alföld első közössége a makói volt. Lélekszámuk a 20. század elején volt a legmagasabb, mintegy 2300 főről beszélhetünk, innen is eredhet a Kis Jeruzsálem elnevezés is. A város életében, annak fejlődésében élénken részt vettek, többek között bekapcsolódtak a hagymakereskedelembe. A történelem viharai, a zsidó törvények, a gettósítás és a deportálás azonban megcsonkították a közösséget, továbbá voltak, akik 1956-ban disszidáltak Európa nagyvárosaiba, valamint Amerikába, illetve Izraelbe is. A régi világból vannak olyan emlékek is, melyek ma már dobozokban pihennek. A rendőrség mellett a mai zsidó emlékjel helyén volt régen a Neológ zsinagóga, ami egy csodálatos, hatalmas épület volt. Baumhol Lipót tervezte, aki a szegedi zsinagógát is. Egy csodálatos, óriási, nagyon szép morszecessziós épület volt. 1965-ben bontották le, és igazából nem sok dolog maradt meg belőle. Ez például egy persely fölötti kis táblácska, ami a szentegyletük számára, a betegeket segélyező szentegyletük számára a jótékony adományokat gyűjtötte. Napjainkban igaz, hogy hitközségről már nem beszélhetünk a városban, azonban többek gyakorolják a zsidó vallást otthon, illetve más településeken. Köztük dr. Báron Zsuzsanna gyermekkori emlékeit is felelevenítette egyik téli hagyományuk a fák ünnepe kapcsán, amikor az a szokás, hogy 15 féle különböző gyümölcsöt, illetve magvakat fogyasztanak. Ranát alma az meg egy eredeti izraeli gyümölcs, jó nagyok, és a termékenységnek a nem tudom hány magva van, azt pontosan nem tudom, nagyon sok, 300-valahány magja van, és az a termékenységnek a jele, és abból aztán bőven esznek általában. Hát mi a gyerekkorunkban ezeket tarthattuk, mert ezek otthon történtek, anyum is mindig csinált ilyet, és ez, négyen voltunk testvérek, úgyhogy lefaltuk gyorsan a finom gyümölcsöket. Lánya, Simon Hajnalka pedig arról beszélt, hogy a közeljövőben a Purimot fogják megtartani. Ekkor a Perzsa Birodalom idejében megmenekült zsidókra emlékeznek, akik vesztét a király egyik főembere Hámán kívánta. Ez alkalomból az asztalra több édesség is kerül.
Az egyik ez a Hámán táska, ugye, aki lett volna a gyilkos, a másik az pedig a Flódni. Abban hasonlít a kettő, hogy mind a kettőben van mák, mind a kettőben van lekvár. A Flódniban van még egy kis alma töltelék is. Manapság több kezdeményezésnek köszönhetően a megmaradt örökség megóvásának, felújításának nagy figyelmet szentelnek. Érdekesség, hogy az innen elszármazottak létrehozták a makói zsidók világszervezetét, az Izraelben élő közösség pedig gyakran visszalátogat a településre. Hosszabb összeállításunkkal január 31-én újonnan induló egyházi magazinunkban jelentkezünk. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mágori András, a cél az, hogy minden utcában olyan legyen a közvilágítás, mint a belvárosban. Idén lesz 25 éves a makói Contitech. Megelevenedik a történelem Návai Lajos naplójának oldalain. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezt követően Fogadó Óra című közéleti magazinunk következik, melynek vendége Zeitler Ádám önkormányzati képviselő lesz. Később az Áldozat és Örök Hűség című dokumentumfilmet tűztük műsorra, majd Sportélet című sportmagazinunkkal jelentkezünk, végezetül pedig Hírextra című hírháttérmagazinunkkal várjuk Önöket. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!